Szerbusztok, kedves emberek, én Gameborg vagyok, és a Dark Forces végjátszásom 13. részét veretjük szépen. Ugye túl vagyunk már ezen a csempészhajó rablásos küldetésen, és most már elméletileg itt vagyunk magán a végrehajtón, ugye ezen a szuper csillagrombolón. Most, hogy magadra maradtál, én már nem tudlak kihúzni a bajból. A küldetés információit a PDA-ba programoztam, mely segíteni fog a munkádban, mondja Jam. Amint fent vagy a végrehajtón, várd ki a megfelelő pillanatot a támadásra. A végrehajtó találkozni fog a pörölyel és megkezdi a rakománya átszállítását. Juss be az egyik konténerbe, és utazz át vele a pörölyre. Ja, igen. Még nem vagyunk a pörölyön. Vagyis ezek szerint, mikor rájönnek, hogy a fedélzeten vagy, a legvalószínűbb, hogy leállítják a műveletet, így újra el kell indítanod. A következő küldetésed ennél a pontnál kezdődik majd. Érd el a teherdokkot, aktiváld a teherrakodó rendszert, ugor be a teherhajóba és utazz át a pörölyre. Jó, és akkor alapon fogok játszani. Most már elmehettek, áttettem a másik oldalra a facecamot. Mert azt vettem észre, hogy ott nagyobb hely van neki, és így nem lóg bele a fegyverbe. Hát itt lett vége az előző küldetésnek. Aha. Ó, van. Akkor menjünk szépen előre. Jaj, úgy látszik én kevés életem, nem is figyeltem mennyi életem van. Jó, van kicsit rambózni kell. Pillanat, megigazítom itt a kábeleimet. Összegabajodtam szépen. Na úgyhogy most már szerintem nem sokára vége lesz amúgy ennek a Dark Forces-nak. Lassan kivégzem a gémet. Amúgy néztem a neten egy ilyen hogy lehet így a hangot így moddolni. És tehát, hogy ne ez az idegestő MIDI legyen, bár elmehettek már ez is, tehát a DarkXL leírás szerint már ez is ilyen enhanced. Bár jó minőségre jó, tehát szépen szól, de ugye maga a zene az gagyi. És van elmehettek úgy lehet, hogy le lehet cserélni ugye a Windowsos MIDI hangszerkészletet egy faszábra, és akkor azt fogja ő használni. Ha minden igaz, de én már nem akartam ezzel így bonyolítani így a történetet így a játék vége fele. Úgyhogy ha esetleg jobb zenét akartok, akkor a MIDI készletet. Alapból le lehet így cserélni a Windows MIDI készletet, hogy ha egy MIDI-t meghallgatsz, akkor ne egy ilyen gagyi MIDI legyen, hanem egy ilyen majdnem, hogy élő hangszerekkel szóljon a muzsika. Úgyhogy azt így be lehet játszani egy ilyen moddot, és akkor itt tényleg így rendesen, mintha élő hangszerek lennének, nem egy ilyen midis hurkaláda. Mindig is idegestett a midi hangzás, nem tudom, van aki szereti. Nem tudom, mi a jó benne, ugye régi karaokiknál volt divat a midi. De most már ugye aki igényesebb karaok is eredeti alapokat használ, nem midit. Viszont a MIDI-nél annyi jó van, hogy lehet ugye transponálni. Tehát ugye a hangnemet le és felállítani. Mutálás nélkül. Igazából mi is? Mert nem tudom, hogy megyek előre. Teherdok.
Teherrakodó rendszer, jó, hát majd odáig eljutunk, megtudjuk, hogy ez mi lesz. Jó. Jó, az kellett már. Ezek ilyen védő köpenyek, ugye így a világűr viszontagságai elleni védik az állomást. Ah, jött egy olyan Dark Trooper. Még jó, hogy nem támadott meg. Jaj, mindig sikerül belemennem a rohadt lövésébe. Ezt így sikerült éppen így megoldani. Levertük szépen azt a kis Dark Troopert. Nem tudom, annak a fegyverét nem lehet fölvenni, vagy annak a gyík fejnek, aki mindig... Az is ilyen kék valamivel lövöldöz, amúgy. Bár vannak hatékony fegyverei, most nem arról van szó. Itt egy Rebellion jel, nagyon király, fasza, szépen. Felvettük. Stop vihar. Jó. És ez mit irányított? Vajon valami változott? Tudom, nekem fura ez a platform, ott valami van vele. Ja. Na mindegy, menjünk tovább. Ki akartam már próbálni. Ja, amúgy az R gomba van egy ilyen másodlagos tüzelés, erre így rájöttem. Ja, hogy... Ó, hogy itt nem tudok átlőni rohadt életbe. De át tudok. Nézzük meg ezt. Habár lehet, most meg már nem maradt katona. De maradtak szépen. Nem olyan rossz. Na. Tele van a pálya ezzel a... lézer... Stukker tölténnyel. És tele is vagyok. Na. Jaj! Ez kell. Az az egy Rebellion izémet sikerült elpocsékolnom. Remélem nem fogok megdögleni. Aha, felvettem ezt a turbó tüzelést. Nagyon jó. Csak hát pont nincs ilyenkor egy ilyen dummos helyzet, vagy ilyen Sirius szemes. Akkor lenne ez jó. Jajajajaj. Nem szeretjük ezt a visszaverődő falakat. Ugye amiről a lézer visszaverődik, meg könnyen eltalálhat minket is. Úgyhogy vigyázzunk szépen. És ez a, amilyen, ez a fegyver, ami nálunk valami, nem tudom mi ez.
Ez nem verődik vissza, ugye? Merre kell menni? Aha. Úgyhogy elmentek, már csak egy küldetés választ el minket a Jedi Knight 1-től. Ha minden igaz. Na, életünk az most van, faszán. Detonátor regeneráló, mindenünk van, csak győzzük szétdikázni. Amúgy a titkokat azt nem nagyon tudtam felfedezni a pályákon, de igazából nem tudom, tehát úgy vagyok vele, hogy ez nem egy olyan nagy lényeg. Most ugye annyi, hogy fel lehet venni a Rebellion jelet. De azokat nem fedeztem így föl, nem is gondoltam rá, hogy így... Jaj. Nem szeretnék megmurdelni. Oké. Voltak ellátmányok, hogy láttam. Aha. Jó. Aj, most ilyen Dark Trooperek fognak jönni folyamatosan így rám. Ajaj. Takarodsz. Legalább van... Ó! És meghalt az emberünk. Ajj, gyerekek! Most lettem ideges. Hát itt mindenképp meghalok, mert egy 26 életet ad. Ez vicc. Szép is lett volna elsőre végigviszem a pályát. Jól nézek, ilyen Dark Trooperekkel vagyok itt megáldva. Jó, nem erre mentem, várjunk erre. Na jó, most már átmegyek Rambo Zen módba. Az a baj, hogy azzal a tömeggel ott ellőttem egy Rebellion jelemet, sajnos, amit nem kellett volna. Jó, azt hiszem erre kellett menni. Jó, pedig az a Dark Trooperekkel nem volt eddig úgy nagyobb bajom. Tehát, hogy ki lehet kerülni a lövéseiket amúgy. Most nem sikerült. Rohadék, azért nagyon meg fog lakolni. Itt volt két ember, ahogy Pákó is mondta. Tavaly ilyenkor meleg volt, és két ember. Ugye? Ugye gyereke? Bár itt most nem is nagyon csökkent le az életem. Na, és itt volt az a Dark Trooper genyó. Amúgy ismerem a szisztémáját, tehát hogy amíg lő egy sorozatot, folyamatosan egy irányba kell kikerülni. Csak hát
Vagyok olyan hülye, hogy, hogy nem azt csinálom. Jó. Tegyük fel az ellátmányokat szépen. Jó. Oké, és oké. Volt valami. Ja, itt ezt... Ez miért megy vissza? Nem értem. Na mindegy, menjünk erre. Na, hogy itt... csesztem el egy izémet. És ugye elmetek itt is vannak emberek. Kellett volna kicsit elővigyázatosabbnak lennem. Ahelyett, hogy tesztelem ezt a cső ágyúmat. Nem baj, ilyen is kell, nem, hogy megdöglünk. Menjünk szépen előre. Jaj, itt van. Honnan jött ki? Büntibe volt? Jó, Apparizing Aria, ma. Apparizing Aria. Ja igen, felvettem a izét. Az úzást. Jó, menjünk előre, szépen. Hamarosan közeleg már nagyon ez a Force Awakens premier. Na... Ő már nem 1000 emeletet megy. Hál' Istennek, ezek a robotok amúgy elég későn reagálnak. Főleg ilyen gyors lövéssel el lehet őket szépen szedni. Először, hogy tisztítsuk meg a terepet. Ja. Váltsunk át erre a fegyverre. Jaj. Vissza. Hol is enged? Itt engedett fel minket. Itt remélem itt nincs valami secret. Bár... Most nem is tudom, hogy tudnám. De szerintem nincs, mert azt így látni. Amúgy a secreteket látni a mappen. Annyiba segít. Kisebb ellátmányok. Jó. Oké. Menjünk ki innen. Lehet ez is secretnek számítom. Vagyis mondjuk az a kis ajtó, az biztos, hogy az volt. És itt jön ez a rohadék. Ez az. Ennyi. Ennyi, egy Bambi, csak nagyon könnyen müsködtem amúgy az előbb. Az volt a baj. Most van mindenem fullan. Ajaj. Jaj, ezek ketten vannak. Jaj, értem, ez a baj. Szépen ki.
kicselezzük mi itt ezeket. Tessék. Azért megmondom, ösztön kicsit izgultam. Nem akartam megint meghalni. Ugye ezért jó egy ilyen Jedi erő, amit majd később birtokolni fogunk már. És már arra vagyok kíváncsi nagyon a sztorira, hogy ugye hogy kerül Kyle így kapcsolatba a Luke-kal. És hát nyilván ugye, tehát a lázadók táborában van Kyle is. És lehet, hogy Luke így fölfigyel a képességeire, ugye. Azért van ez. Ajaj. Nincs valami, elég fura volt nekem az az ajtó, vagy fal. Ajaj. Lövöldözgessé májt engem, he. Szeretem a lövöldöző embereket. Meg a droidokat se. Hülye droid. Itt valami nukleáris töltet útnak indult. Aktiváld a teherrakodó rendszert, készítsd el a teherkonténert a pörőjére. Amúgy a fél titkot azt megtaláltam. Aha. Jó van. Menjünk át, menjünk tovább. Nem tudom most mi folyik, mi történik, valamit vinni, ilyen Half-Life-osan kell vinni ezt a cuccot. Ilyen Half-Life-ban voltak ilyen interakciók, ugye, hogy így láttad, ahogy megy előre az a daru meg ilyenek. Abban volt először így nagyon divat. Habár nem, mert akkor ebbe. Habár most így végig gondolva. Dögöljetek meg szépen. Ezek szerint ennyi volt a küldetés. Aha, most egy kis... átjátszó videó. Tehát most ugye beosonunk ugye erre a végrehajtóra, ugye a teherrakodmányon keresztül. Na! Akkor ennyi volt a 13. rész. És most jön a 14., ami elmehetek a sorban az utolsó. Úgyhogy innen fogjuk folytatni hamarosan, és én már nagyon várom a végét ennek a játéknak. Kíváncsi vagyok így a történetre. Amúgy így régen, mikor ilyen 97-8 körül így nagyon elkezdtem PC-vel játszani. Ugye akkor volt szerencsém ez a Dark Force, és így igazából soha nem játszottam vele, hogy húzamosabban. Tehát ugye Anuat City-ig jutottam el addig a csatornás pályáig, az a harmadik, azt hiszem. És most már így tök jó, hogy így végigviszi az ember, meg így tudjuk a történetet, úgyhogy ez engem nagyon nagy örömmel tölt el. Na mindegy, innen fogjuk folytatni, úgyhogy hamarosan jövök a 14. résszel, és megtudjuk, mi vár ránk, mi vár Kyle-ra ezen a szuper csillagrombolón. Lehet, hogy ilyen lehet Darth Vader-rel, vagy valami ilyesmit azért beleraknék, hogy összefussunk.
Darth Vaderre, vagy valami, tudom, mondjuk Boba Fettel, már ugye összefutottunk. És nem tudom, mert miért megöltük. És a film szerint nem így halt meg. És elmettek, ez a spin-off, ez a The Jedi Knight, ez nagyon szoros kapcsolatban áll ugye a filmmel, tehát nem egy ilyen önálló spin-off, hogy így leszarja így a filmnek az eseményeit. Na mindegy. Hamarosan jövök a 14. része, ha tetszett a videó, osszátok meg mindenhol, iratkozzatok fel csatornámra, és az erő legyen veletek. Sziasztok!